C'est elle qui m'obsède jour et nuit. Nem akarok Piaf lenni, tehát ezt mindig leszögezem, hogy számomra ez arról szól, hogy megemlékezzek róla, hogy fejet hajtsak előtte. Én most egy út elején érzem magam azért még így koromból kifolyólag, így színészileg, meg énekileg is, és kicsit mint mester szeretném megfogni az ő kezét, hogy vezessen, de nem akarom eljátszani, tehát már nagyon sokan eljátszották Piafot, jól is, rosszul is. Most egyelőre a dalain keresztül szeretnék elmondani, hogy én mit gondolok az éneklésről, az életről, mindenféléről. Mindig azt gondoltam, hogy én soha nem fogom elénekelni a dalait, mert utána minek? Tehát ő már ezt úgy elénekelte, hogy nincs utána már élet. Én mindig küszködöm azzal, hogy valahogy ebben a szakmában ugye eltünedeztek a mesterek. Igazából az első gondolat, amikor így elkezdtem összerakni, az volt, hogy na hát akkor legalább te onnan, oda átról fog meg a kezem, és egy kicsit így vezetgessél, hogy merre menjek ezen a színházi pályán, és hogy honnan bányásszam elő magamból azokat a dolgokat, amiket hát ehhez muszáj előbányászni, mert ezek ilyen kis 3 perces halálok. Ha nem is értik az emberek, én úgy látom, hogy azért ennek az ereje az hat rájuk így franciául is. Szóval valószínűleg ennek valamilyen szavakon túli ereje van ezeknek a daloknak. Van az egyik szövegben is, hogy amikor már úgy érzi, hogy már mindent tud egy dalról, és már kiszámítja a mozdulatokat, és már nem spontán, és már nem őszinte, akkor azt a dalt félreteszi. Hát az lehet, hogyha egyszer eljön ez a pillanat, amikor úgy érzem, hogy már nagyon kiszámított, és már nagyon megcsinált, akkor félreteszem én is, de most nem érzem még, hogy ez közel lenne.